Világháborús lőfegyvereket és lőszereket foglaltak le a rendőrök egy 65 éves salgótarjáni férfi lakásán. F. István ellen lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés miatt folytat eljárást a salgótarjáni rendőrkapitányság bűnügyi osztálya. A Nógrád megyei rendőrfőkapitányság nyomozói, valamint a Salgótarjáni rendőrkapitányság bűnügyi osztályának munkatársai 2014. január 20-án 16 óra körüli időben vagyon elleni bűncselekmény gyanúja miatt tartottak házkutatást a 65 éves férfi lakásán. Ennek során lopásból származó tárgyakat nem találtak, nem foglaltak le, azonban az előzetes szakértői vélemény alapján két első és második világháborús puskát találtak és foglaltak le, valamint különböző lőszereket és egy Flaubert pisztolyt. A férfi ezek tartására érvényes hatósági engedéllyel nem rendelkezett, ezért őt a kollégák a Salgótarjáni rendőrkapitányságra előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, és ellene jelenleg szakértő bevonásával szabadlábon hagyása mellett folyik az eljárás.